A korábbi hetekben tapasztalt csökkenés után ismét enyhén emelkedik a szennyvízben a COVID örökítő anyagának koncentrációja, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A COVID elleni védőoltások felvételére folyamatosan van lehetőség a Székesfehérvári kórházi oltóponton. Reiber István, a Fejér megyei Szent György Egyetem Jogtató Kórház oltáskoordinátorának tájékoztatása szerint még mindig sokan jelentkeznek első, második, harmadik és negyedik oltásra. A nyári hónapokban heti 200 fő jelent meg, hogy felvegye az oltást. Az első kettő az a legfontosabb. Tehát aki még nem oltatta be magát, az ne gondolkozzon. Tehát az első kettő mindenképpen alapfontosságú ahhoz, hogy ne legyen életveszélyes állapot ugye a vírusfertőzés során. Tehát a vírusfertőzéstől lehet, hogy nem mentesít, nem óv meg minket a vakcina, de hogy nem kerül lélegeztetőgépre, nem fog belehalni az az egyén, aki legalább két oltást kapott, az biztos. Az oltás koordinátor hozzátette, a harmadik oltással kapcsolatban voltak vizsgálatok a világ számos országában, ahol azt találták, hogy növeli a védettséget egy harmadik oltás. A negyedik, ötödik oltással kapcsolatban ilyen eredmények nincsenek. Nem kell sietni, és nem kell számolgatni a hónapokat, tehát hogyha valaki négy oltást kapott, akkor ez a négy hónap, hat hónap lejárta, ez már nem olyan szigorúan vett. Hogy a jövőben mi lesz, hogy ez most évenkénti emlékeztető oltás lesz ajánlott, és hogy milyen vakcinával érdemes, ugye ezt most pillanatnyilag nem tudjuk, tehát igazándiból nagyon a negyedik oltás után nem kell szaladni az oltóhelyre. Az első és második oltás felvétele viszont nagyon ajánlott, többek között azért is, hogy tovább növekedjen az átoltottság. A fehérvári kórházi oltóponton Pfizer, Sinopharm és Janssen vakcinák érhetők el. Minden kedden és pénteken 9 és 18 óra 45 között várják az oltakozókat, csak a keddi alkalmakra kell előzetesen jelentkezni. Az 5 és 12 év közötti gyermekek oltására pénteken 14 és 15 óra között van lehetőség.